Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hát igen, Hoffecker Daniel, a Nexus Line abból stúdiónk vendége. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a meghívást! A Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon lépnek föl. Hogy jutottak ide? Volt szerencsém az idei év elején elnyerni a Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjat, és akkor ennek keretében sok lehetőségünk nyílik mindenféle koncerteken, fesztiválokon fellépni, így keresett meg a Budapest Café is. Tulajdonképpen hogy is kezdődött a zenei karrierje? Én egyébként pécsi vagyok, ott kezdtem azt hiszem 6-7 éves koromban zenélni, helyi zeneiskolában, egyből a trombita szakon, klasszikus zenét tanultam egy ilyen 10 évig, majd hirtelen az életembe belépett egy új irányzat, ez a jazz. Pécsre került egy akkor frissen végzett jazz trombitás, úgy hívja Gráf Ádám, aki ebben a zeneiskolában indított egy jazz trombita szakot, amire én akkor nagy örömmel jelentkeztem, és annyira megtetszett, hogy mindjárt 1-2 év tanulás után, érettségi után úgy gondoltam, hogy Budapesten szeretnék tanulni a jazz tanszakon, ami egyébként sikerült is. Ott, a Zeneakadémián? Igen, ott 3 évig tanultam, majd ezután elkerültem Ausztriába. Ausztriában egy New York-i jazz trombitás a tanárom, úgy hívják, hogy Jim Rotondi, illetve a trombita mellett még tanulok zeneszerzést is. Mit szeret jobban? Mi megy jobban, a zeneszerzés vagy a trombitálás? Hát mind a kettőben van sok szépség, olyan nagyon nagy különbség. Az egyikhez tüdő kell. Igen. A két dolog közt olyan óriási különbség nincs, mert mindkét esetben improvizáció közben, illetve komponálás közben is kreativitásra van szükség. A zeneszerzés közben az a tényező ugye kiesik, hogy áll tulajdonképpen az idő, és van időnk végig gondolni, hogy mit szeretnénk a papírra vetni. Értem, ez a Nexus Line-up mit akar? A zenekarunknak a neve. Egy évvel pécsi fiúk? Nem, mindannyian Grazban tanulunk, Ausztriában, iskolástársak vagyunk, voltunk. Egy évvel ezelőtt volt Magyarországon egy jazz zenekarok versenye, Magyar Jazz Szövetség rendezésében, amin elindultunk, és az első helyet elhoztuk, és akkor végül is erre a versenyre állítottam össze ezt a csapatot, és azóta is nagyon szépen működik. Tulajdonképpen akkor a legjobb televízióban van, hisz mi vagyunk az egyetlen televízió, amelyiknek heti jazz műsora van Gájer Ferenc vezetésével. Ilyen ismerem. Úgyhogy biztos majd ő is hívja. De most akkor, és akkor a fiúk még tovább tanulnak, vagy a tanulás befejezték? Azt hiszem, mindannyian még tanulnak. A zongoristánk az most éppen Erasmuson külföldön tartózkodik Helsinkiben.
Többiek azok úgy tudom, még Grazban vannak, és akkor ki mit tanul éppen zeneszerzést, vagy tanári szakon, vagy még az előadó művészi szakot csinálja, fejezi be lassan. Ez a Grazi Zeneakadémia? Így van. De azt mondta, hogy ön Bécsbe tanul tovább. Ez lehet, hogy egy kicsit félrevezető volt. Én egyelőre Grazban szeretnék tanulni, ami azt jelenti, hogy ez még egy-két évig fog tartani, és akkor utána majd meglátom, hogy merre érdemes tovább mozdulni onnan. Akár Bécsbe is kerülhetek. Értem. Önálló műveinek a száma? Hát ez körülbelül ilyen 10 és 20, 15-20 között van. Mit szóltak a szülei, amikor először a trombitát a kezébe adták? Hát a szüleimtől nagyon sokszor hallom, hogy azt látták rajtam, amikor hangszert kaptam a kezembe, mégpedig trombitát, hogy valami sose látott boldogság fogott el azáltal, hogy ezt a hangszert megkaptam, illetve megszólaltathatom, és mind a ketten nagyon sokat segítettek egész eddigi életem során, hogy a zenével tudjak foglalkozni a legmagasabb szintek. Hát ilyenek a szülők. De ön az első zenész a családba? A testvérem szintén jazzzenész, ő nagybőgős. Fölöttünk lévő generációkban senki sem zenélt. Érdekes módon. És ő is már akadémiát végzett? Ő Bécsben tanult, ő masteren, előtte pedig az alapképzést szintén Budapesten végezte. Európa szerte elismert zenész, keresett bőgős, úgyhogy neki igazán jól megy most már. Szoktak együtt is zenélni? Igen. Van egy közös zenekarunk, amivel egy inkább ilyen tradicionálisabb swing stílusú zenét játszunk. Ez lesz a következő kérdésem, hogy mi az, amit igazán szeret a zenéből? Amit nem játszik, de szeret? Hát ez nehéz kérdés, mivel stílus jegyeket nem szeretnék mondani, hogy mi az, ami tetszik. Úgy érzem meg mindig, hogy vagy egy zene jó, vagy rossz, és ez nem függ attól, hogy most milyen stílusról beszélünk, akár lehet könnyű zene, pop zene, akár népzene, akár jazz, komoly zene, bármi. A világ összes zenekarában mindig van elegendő zongorista, van elegendő húros is, de trombitásokból mindig hiány van. Miért van ez? Hát talán a rezesekből. A fúvós hangszer, azon belül is a trombitának a funkciója annyira nem igazán szükséges minden zenekarba. Sokkal nagyobb szükség van egy nagybőgősre, aki szinte bármilyen formációban nélkülözhetetlen, illetve ugye a zongora az már kevésbé, akár lehet helyettesíteni gitárral. Dobot is szinte nagyon fontosnak érzem, aztán, hogy utána, mint szólista, milyen fúvós hangszerest, illetve énekest párosítunk a ritmus szekcióhoz, az igazából már az egészen változhat. Értem. Mégis, hogyha meg kéne megjelölnie még két hangszert, akkor mi lenne a trombita után? Két következő hangszer, mi közel áll a lelkéhez? Kiskoromban, amikor zenélni kezdtem, igazából szaxofonozni szerettem volna, de erre sajnos ott nem volt lehetőség abban az időben Pécsen. Úgyhogy a szaxofon is nagyon nagy kedvencem. Ugye a jazz történet nagy alakjait nagyon szívesen hallgattam mindig is, most is, például John Coltrane, Dexter Gordon, továbbá. Hát a zongorát nagyon szeretem, mivel ott a szemünk, illetve kezünk elé van kifektetve az egész elmélet, az összes hang, és sokkal könnyebb rajta tájékozódni, mint bármilyen másmilyen hangszeren. Illetve a harmóniák, illetve a hangzása, az nagyon közel áll hozzám. Ha majd egyszer nős lesz, és gyerekei lesznek, milyen zenére adja a gyereket? Hát úgy gondolom, hogy ez nem biztos, hogy egy jó út, hogyha nagyon erőteljesen próbáljuk a kisbabának valamit azonnal a jazz zenét erőltetni, mert lehet, hogy mire kicsit nagyobb lesz, már nem igazán érzi annyira izgalmasnak a dolgot, de valószínű, hogy igényes, könnyű, illetve klasszikus zenét fogunk hallgatni otthon.
Értem. Mit vár a Budapest Café koncertsorozatától? Hol fognak föllépni? Vasárnap este fogunk fellépni 8 órakor a Budapest Jazz Clubban. Előttünk lép fel a Lakatos Dezső ösztöndíj másik győztese, nyertese, Bögöti Ádám a triójával, utánunk pedig Rafael Mário, aki szintén az ösztöndíj nyertes. Már voltak nálunk, igen. Tehát mindannyian egy órát kapunk, hogy megmutassuk, hogy mit tudunk. Összeállítottam egy olyan műsort, ami szerintem ehhez a témakörhöz igazán illik, hogy kortárs zene. Saját szerzeményeket fog hallani a közönség, illetve feldolgozásokat. Minden igazából a saját képünkre van formálva. Nem szeretnénk eljátszani meglévő felvételeket újra. Ha jól értem, akkor a díj magában foglalja az első lemez kiadását is. A lemezünk születése az egy másik díjból fakad. Ez a korábban említett jazz zenekarok versenye, amin kaptunk egy olyan külön díjat is, amivel elkészítettünk egy saját lemezt. Értem. Mégis a hazai közönség mennyire szereti ezt a zenét? És mikor találkoznak a hazai közönséggel? Első hazai fellépésünk a verseny után. Augusztus 1-én volt szintén a Budapest Jazz Clubban. Ez egy lemezbemutató koncert volt, ahol meglepetésünkre teltház volt, és igen nagy siker fogadta a koncertünket, majd másnap játszottunk egy kisebb kávézóban, a NIF Caféban, ahol szintén jól fogadták, illetve teljesen véletlenül megjelent ott egy olasz jazz trombitás, aki azt hiszem Siena-ban jazz trombita professzor, és neki annyira megtetszett a mi zenekarunk, hogy egyből meghívott minket Verónába, jazz klubjába játszani. Verona a hegedű gyártással is ismert, igen. Igen, majd a kis turnénknak befejezéseként játszottunk Debreceni Jazz Fesztiválon, ahol szintén nagyon sokan odajöttek hozzám utána, hogy mennyire tetszik a mi zenénk. Ez nagyon klassz hallgatni is. Ha megnézzük, hogy az osztrák vagy a magyar rádiók sugároznak-e többet, illetve mennyire van igény a fiatalokra a két fent említett rádióban? Én úgy vettem észre, hogy Magyarországon sokkal jobban próbálják a médiában a jazzzenét közvetíteni, akár rádiókban és mondjuk önöknél. Ausztriában viszonylag kevesebb lehetőség nyílik ilyesmire érdekes módon. Megdöbbentő, és akkor meglepetés a nézőknek. Kérjük kollégánkat, hogy ússzunk vissza az előző lemezfelvételben, és akkor így búcsúzunk is a zenére. Az elmúlt percekben Hoffecker Danielt, a trombitást és a Nexus Line appot hallották és látták, és akkor most hallgassuk.